Bemutatták a Kisteleki Általános Iskola felújítási projektjét egy sajtótájékoztató keretein belül. A rendezvényen stábunk is részt vett. Több mint 70 millió forintból újul meg a Kisteleki Általános Iskola. Az épület bővítésével, megújulásával és az eszközök beszerzésével kapcsolatos projektről tartott tájékoztató rendezvényt a Szegedi Tankerületi Központ. A Bercsényi utcai szárny felújítása megtörtént, jelenleg a Petőfi szárny felújítása zajlik. Plesovszkiné Újfaluszki Judit, tankerületi igazgató ismertette a projekt részleteit. Ennek a projektnek a sajátossága talán az volt, hogy nagyon is specifikus elemzések előzték meg, és arra irányult, hogy kimondottan a helyi sajátosságokat figyelembe véve, a helyi igényekre épülve reagáljon azokra a hiányokra, amelyeket az előbb elmondottam, és az adott környezetben ezek némi hiány szenvednek. A minőségi oktatás, a fenntartható fejlődés, a költség- és energiahatékonyság, az akadálymentesítés, az akadálymentes megközelítettsége az objektumnak, ezek mind priorizáltak. Miért éppen Kistelek? Az itten infrastrukturális környezet, az a szociokulturális közeg, amelyben maga ez a járás működik, és az iskola ezen a járási székhelyen, tulajdonképpen predesztinálta az itt munkálkodó szakmai műhelyt, az itt munkálkodó szakmai pedagógiai műhelyt, arra, hogy egy innovációs központ feltételeit teremtsük meg. Egy értékközvető, közvetítő, támogató nevelésnek a feltételeit teremtsük meg. Mi az, hogy innovációs központ? Egy olyan szellemi műhely, amely képes a járás területén, képes a környezetében olyan ismereteket, olyan tudást, olyan képzéseket átadni és közvetíteni, amely a közösség számára jól hasznosítható, könnyen elsajátítható. A hosszú távon fenntartható nevelési környezet mit jelent? Az, hogy mindenképpen egy olyan infrastrukturális fejlesztést kell megvalósítanunk, amely befogadja azokat az új tartalmi törekvéseket, melyben a Kisteleki Általános Iskola élen jár. Első között volt Csongrád Csanád megyében, amikor bevezette komplex instrukciós módszer a KIP-be. Csongrád Csanád megyében összesen 8 iskolában került ez bevezetésre, köszönhetően egyrészt a Vodafone alapítványának támogatásának is, és az itteni szellemi lelkesedésnek. Összesen Magyarországon abban az időben 20 iskolában létezett ez a komplex instrukciós program. Ebből 8 iskola fejlesztette ki a saját maga innovációs környezetét, és ebből 3 iskola maradt az én tankerületemben, a Kisteleki Általános Iskola, a Móra-Halmi Általános Iskola, ahol már hasonló fejlesztést befejeztünk és lezártuk a projektet, és harmadiként pedig a Sándor-Falvi Pallavicsini Általános Iskola. Olyan beruházás folyik most itt körülöttünk, amely bízom abban, hogy jövőre mutató, és ösztönözni fogja az itt dolgozókat, pedagógusokat, nem pedagógusokat egyaránt, hogy az oktató-nevelő munkájukban élen járjanak a fejlesztésekben. És az élenjárást semmi más nem fogja indikátorként alátámasztani, mint az innen kikerülő gyermekek sikeressége, eredményessége, az itt érintett családoknak az elégedettsége. A hatékony pedagógiai eszközrendszer módszertani megújulását ugyanúgy támogatja ez a projekt. Fontos az esélyegyenlőség. Ha rátekintünk a Kisteleki Általános Iskola jelenlegi 572 fős tanuló létszámára, egyértelműen megállapítható, hogy ebben a tanuló létszámban 69 olyan gyermek van, amely különös gondoskodást igényel, különösebb odafigyelést. Azt írják a honlapon, hogy minden gyermekre úgy tekintenek, mint egy lepkére. Mert a lepke szárnyal, és minden lepke eltérő magasságokba képes emelkedni. Azt gondolom, hogy az oktató-nevelő munkának ez a pedagógiai hasonlata az önök részéről fantasztikusan találó, és önökre nagyon igaz. Hiszen eltérő a lepkék színe, nagysága, életkora, de hogy jól szárnyaltatják őket, és megfelelő irányba segítik őket minél feljebb reppenni, az annyi bizonyos,
hiszen a továbbtanulási mutatókat, ha nézem, a lemorzsolódási mutatókat, ha nézem, akkor igen jó irányban halad az iskola is fejlődik. Nézzük ezt számokban, mert azt gondolom, hogy az a korrekt. Ha azt nézem, hogy a végzős tanulóknak tulajdonképpen azonos számú aránya tanul tovább gimnáziumban, és azonos számú aránya tanul tovább szakképzésben. Tehát mind a két iránynak biztosítottak a feltételei. Lemorzsolódási arány tekintve, ami szintén nagyon fontos, hiszen mind a sajátos nevelőségi gyermekek gondozásában önök értékalkotók, de ugyanakkor fontos feladatuk a tehetségazonosítás és a tehetségfejlesztés. Most ha e tekintetben nézem az esélyegyenlőség biztosítását, akkor jelen pillanatban az önök lemorzsolódási aránya 4,7%. Ez azért is ígéretes, mert az országos átlagok ezelőtt 6 évvel 10% körül mozogtak. Jelen pillanatban az országos átlag az olyan 6,7-6,8% körül mozog, és igen kevés országos szinten 5-6 megye tartozik azoknak a körébe, akik jóval az országos átlag alatt teljesítik a lemorzsolódási mutatót. A Kisteleki iskolának a lemorzsolódási mutatója 1000 országos átlag alatt van, és Csongrád Csanád megyében mindkét tankerület illetékességében tartozó iskolák 1000 országos átlagértékénél 5%-os alatti mutatókat produkálnak. Ez azt gondolom, hogy ígéretes. Ha a tanulmány eredményüket nézzük, akkor a Szegedi Tankerületi Központ 41 intézményében a tanulmányi átlag 4,6, és a Kisteleki Általános Iskolában 4,3. Ezért az 572 tanulói létszámhoz nézem, és az elmúlt évtizedek átlagát is higgyék el, jól ismerem. Nagyon szép, emelkedő tendenciát mutat, természetesen sokat tenni való még. Bízom abban, hogy ez az új infrastruktúrális fejlesztés ebben is segítséget fog önöknek nyújtani. A felújítás, bővítés, a Petőfi utcai és a Bercsényi utcai iskolaszárnya nagymértékű felújításán alapul. Ezek közül megvalósult a kivetítőn is látják az épületeket, a tantermek elektromos hálózatának felújítása, villanyvezetékelés, az elosztók szerelmények cseréje. A tantermek világító testeinek nyilázárainak cseréje. Megújultak a kisegítő helységek is, a vezetői és a titkári irodák felújítása megtörtént, és komfortosabbá vált a tanári szoba. A Bercsényi szárny felújítása befejeződött, a Petőfi szárny felújítása jelenleg is zajlik. Itt szeretném megköszönni az itt dolgozók türelmét, kitartását, ugyanis tudom, mit jelent az barátságban kerülni a homokkal, a porral, a zajjal, és úgy tanítani, és olyan oktató-nevelő környezetet teremteni, ahol esetleg a beton törésének légkalapács zaja nem zavaró, és esetlegesen, ha háromszor, négyszer kell kiköltözni ugyanabból a helységből, és átköltözni a másikba, ahhoz is kellő türelem és logisztika kell. Azt gondolom, hogy mind az iskolavezetés, mind a technikai dolgozók, mind az itt tanító pedagógusok egyértelmű összefogásának köszönhetően az eddigi egy év alatt ez problémamentesen történt, és ezt köszönöm is szépen önöknek is, a gyerekeknek is, és a szülőknek is. A Petőfi utcai szárny elalakuló épület részének második emelete fölé egy új emeleti tetőtér kerül ráépítésre. Itt új tantermeket alakítunk ki, összesen 7 új tanterem kerül kialakításra, 3 fejlesztőterem, 1 informatika szaktanterem és 3 egyéb szaktanterem. Továbbá kialakításra kerülnek azok a szükséges közösségi terek, helységek, mint természetesen akadálymentesítve, amely az oktatás modernizált környezetét fogja szolgálni. Új épület került felemelésre. Az épület szerkezeti része elkészült, homlokzati hőszigetelése és nemes vakolása szintén. Az új épület teljes kialakításában akadálymentesített, eurokonform környezet fogadja majd az itt dolgozókat, ide látogatókat.
Az új épület földszintjére terveztük a technikaterem kialakítását, valamint pedagógiai szaktantermeket fogunk kialakítani. Az épület emeleti részére kerül elhelyezésre a könyvtár, és az előterében egy olyan informatikai tér kerül kialakításra, amelyet igyekszünk korszerű digitális eszközökkel felszerelni, segítve és népszerűsítve a könyvtárba járást, a könyvek forgatását, az olvasás fontosságát, és ezzel párhuzamosan az infotér fontosságát, amely úgy szintén ezeket a kompetenciákat fogja erősíteni. További fejlesztések valósulnak meg a pályázat keretében. A projekt lehetővé teszi a zöld felületi fejlesztést, a parkosítást, a növények telepítését, az iskolai udvarnak a megújítását, udvari bútorok beszerzését, parkolók kialakítását. Az eszközbeszerzések, az infrastruktúrális fejlesztés tulajdonképpen elválaszthatatlan részei. Az oktató-nevelő munkát támogató eszközökre ugyanolyan nagy gondot igyekszünk fordítani, mint az aktuális bútorbeszerzésekre. Itt digitális eszközöknek adunk hely, és pedagógiai módszerek alkalmazását támogató fejlesztő eszközöket. Így mozgásfejlesztő eszközöket szerzünk be, a fejlesztő termek szakszerű kialakítása történik meg, tantermek, tanári szobák, az ebédlő és egyéb termek bútorzata fog megújulni, a technikaterem teljes berendezése, könyvtári eszközök és a bútorok beszerzése, a kerti bútorok, már említettem az udvari játékokat, és sportfelszerelések beszerzésére koncentrál a projekt. A bútorok és az informatikai eszközök beszerzése megkezdődött. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy a Szegedi Tankerületi Központ, mint fenntartó, felelősen gondoskodik az intézményeiről. Az állami fenntartás feladata az, hogy a minőségi oktatás feltételeit minél magasabb szinten teremtse meg, mind infrastruktúrálisan, mind a tartalmi környezetre tekintettel. Ebben a városban nagy örömmel jövünk, és nagy örömmel működünk együtt, hiszen alpolgármester úr, aki személyes jelenlétével a kooperációkat is megtiszteli, segítő tanácsával támogatja a projektet, ugyanígy polgármester úr és az egész városi vezetőség kiemelt fontosságúnak tartva ezt a projektet, mind szakmailag, mind elkölcsileg, mind anyagi áldozatot nem kivélve támogat bennünket. Azt gondolom, hogy hasonló eredményes összefogást tudunk kívánni más hasonló beruházások esetében. A hivatalos tájékoztató után az általános iskola 5. osztályosainak műsorát láthatták a résztvevők, majd a tankerületi igazgató, az iskola dolgozói és a szülői munkaközösség tagjai is bejárták az iskola területét. Az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum tanévzárásáról kérdeztük Tóth Gabriellát. Lezárult a 2021-22-es tanév az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikumban is, erről kérdezzük Tóth Gabriellát, az intézmény igazgatóját. Köszöntöm Önt, hogyan is zárult a tanév, tudhatunk erről. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, szerencsére lezárult ez a tanév, amely azt mondhatom, hogy többféle szempontból is izgalmas volt, hiszen 2 év után ez volt a teljes tanév, amit lebonyolíthattunk. Természetesen ott őszi-téli időszakban azért a Covid-járvány miatti osztálykaranténok, betegségek, hiányzások egy kicsit nehezítették a dolgunkat, de azt gondolom, hogy sikeres tanévet zárhattunk, és végre akár iskolai események szintjén, akár a tanulás szintjén mindent meg tudtunk valósítani, amit elterveztünk. A tanulóink is viszonylag gyorsan visszarázottak a mindennapos iskolába járáshoz. Az eredmények azok valószínűleg tükrözik azt a másfél éves online oktatási időszakot, ami mögöttünk van, úgyhogy valószínűleg, hogy jobb eredmények születtek volna, hogyha ez nincsen akár az érettségi tekintetében, akár az évvégi tekintetében, de azt gondolom, hogy nem lehet okunk panaszra. A tanulók többségének sikeresen zárult a tanév, 6 tanulónk van, aki megbukott, ebből 2 osztályismétlésre buktak, de ők elismernek az iskolából, 4 viszont azt gondolom, hogy egy kicsit oda teszik magukat, akkor sikeresen tudnak javítóvizsgát tenni majd augusztus végén,
érettségit is gyakorlatilag majdnem mindenki sikeresen zárta, hozta az addig elvárható tanulmány eredményeknek megfelelő szinten, sőt néha kicsit jobb eredmények is születtek, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen tekintetben is eredményes tanévet zártunk. Végre tudtunk a 12-eseknek szalagtűzőt és ballagást is tartani, és sok olyan eseményt, amire eddig vagy online formában került sor, vagy pedig sehogy nem. Gondolok itt a kirándulásokra, Árpád napra, a diák közgyűlésre, tehát ezek mind megvalósultak. Következő tanévről mit tudhatunk, hány osztály fog indulni, és hogyan is fog majd ez a tanév zajlani? Igen, ilyenkor már alig, hogy lezárul az előző tanév, azért ugye előre kell gondolkoznunk. Június közepén megtörténtek a beiratkozások is. Hát úgy néz ki, hogy a két különböző profilú osztály miatt ugye nem igazán lehet összevonásokról beszélni, ezért mind a két képzésirányt, tehát a gimnáziumi osztályt, meg az informatikai technikumi osztályt is elindítjuk, bár nem túl magas létszámokkal, úgyhogy számítunk arra, hogy esetleg aki még a nyár folyamán vagy szeptemberben meggondolja magát, van hely és lehet beiratkozni, de azok, akik eddig megtették ezt, számukra biztosítani fogjuk azt, hogy a saját képzési formájuknak megfelelően elindulhasson a tanév. Augusztus 20-a után kezdjük meg mi is újból a munkát, úgyhogy a kollégáimmal együtt szabadságon vagyunk addig, és nyilván a tanév előkészítő munkálataival fog kezdődni, javítóvizsgákat fogjuk lebonyolítani, és augusztus 26-án fogjuk várni majd a 9-eseinket egy gólyatáborba. Ez szokásosan augusztuszeren lesz a plébániának a vendégházában, egynapos program lesz, néhány felsőbb éves dökös tanuló, néhány kolléga, nyilván az osztályfőnökök, dögtanárnak a közreműködésével próbáljuk őket úgy egyberázni, meg hogy megismerkedjenek, akik esetleg nem ismerik egymást, meg a tanáraik egy részével mindenféleképpen, és akkor utána mi szeptember 1-én szoktuk megkezdeni a tanévet, akkor tartunk reggel a tanévnyitó ünnepséget, amely már most a második év lesz, hogy egy tanévnyitó misével egybekötött ünnepséget szeretnénk tartani. Utána kerül sor az osztályfőnöki órákra, tankönyvosztásra, gyakorlatilag ez lesz az első nap, és akkor utána a következő naptól pedig belevágunk majd a 2022-23-as tanévbe. Ahogyan láthatjuk, most zajlanak felújítások az iskolában, mik is ezek pontosan? Igen, most is azért nem tudtunk az iskola épületében forgatni, mert hogy az iskola folyamatos megújításának, felújításának egy újabb állomásához érkeztünk ezen a nyáron, és a földszinti közös helyiségekbe, tehát folyosóra, aulára kerül új burkolat, tehát nem felszedik a régit, hanem egy új burkolatot tesznek le, úgyhogy ezzel is tovább fog szépülni az iskola épülete, és modernebbé válik. Regionális úszóversenyt szerveztek a Napsugár otthon lakóinak. Szalai Józsefnét kérdeztük az úszóversenyről. Regionális úszóversenyt rendeztek a Kisteleki Termálfürdőben. A rendezvény idén először pályázati forrásból valósult meg. A rendezvény házigazdái Kerepecki Magdolna, a Napsugár otthon intézményvezetője, Szalai Józsefné, az otthon alapító tagja, és Simon Györgyi, a Tóhajlat Rekreációs és Sportegyesület elnöke volt. Szalai Józsefnét kérdeztük a rendezvény részleteiről. A jelenlegi úszóversenyt a Tóhajlat Rekreációs és Sportegyesület szervezésében Napsugár otthon lakói alapítvány támogatásával jött létre, meg a NEA pályázati pénzből finanszírozzuk, és a Tóhajlat Rekreációs Sportegyesület munkatársai szervezték meg a Napsugár otthonban élő lakók számára. A 6 telephelyről vannak versenyzők, így Kistelekről, Ópusztaszerről, Rózsa, Mórahalom, Ásotthalom és Szegedi telephelyről, amit már az egy futam lement, és rendkívül élvezték. Az egész rendezvény egy játékos, a mottója, nem a
győzelem a fontos, hanem a részvétel itt ezen a vetélkedőn. Ritkán esik ilyen lehet, van ilyen lehetőség, a mozgást, mint tudjuk, hogy nagyon-nagyon fontos mindenkinek, hogy egészségesen ezáltal a mentális közérzetük is sokat javul, hiszen pszichiátria otthonból is vannak vetélkedők, meg értelmi fogyatékos otthonból is, meg hát idősek. Hát akkor azért tartja fontosnak az alapítvány ezeket, hogy az egészségfejlesztéssel kapcsolatban? Igen, az egészségfejlesztés céljából nagyon fontos mindez, ilyenkor fizikailag is ugye egy kicsit elfáradnak, jót pihennek utána, de ez a mentális közérzetükön is sokat javít.